Pénteken egy emléküléssel kezdődtek meg az ünnepi programok a Pécsi Tudományegyetemen. Délelőtt az 1956-os diákparlament képviselőinek részvételével emlékeztek a forradalom és a szabadságharc eseményeire és hőseire. Dr. Hornyák Árpád, a Bölcsészettudományi Kar modern köri történeti tanszékének oktatója ünnepi beszédében elmondta, a szabadság igénye Budapestről, Szegedről és Pécsről indult el, és vezetett az októberi eseményekhez. Hornyák Árpád beszédében felelevenítette a forradalom és a szabadságharc eseményeit, megemlékezve arról, hogy nem csak 1848 volt a fiatalok harca, hanem 1956-ban is az ifjúság és a diákság vette vállára a szabadság eszméjét. A megemlékezést követően dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, az egyetemi könyvtár főigazgatója nyitotta meg az 1956 a Történelem tankönyvekben című poszter bemutatót, melyet még egy hétig lehet megtekinteni a közgazdaságtudományi karon. A kiállítás Kanadától Dél-Afrikáig, Mexikótól Norvégiáig, a Történelem tankönyvek a magyar forradalomról szóló részeit mutatja be, bizonyítva azt, hogy a világ nagy része szimpatizált a magyarokkal, és hogy valóban forradalom, nem pedig ellenforradalom történt. A pénteki ünnepi események délelőtt a közgazdaságtudományi, a bölcsészettudományi, valamint az orvosi karon ünnepi koszorúzással és az emlékezés virágainak elhelyezésével folytatódtak.